No, hát szép jó napot kívánok mindenkinek, szevasztok srácok! Hát ma úgy gondoltam, hogy FIFA-val jelentkezek, mert az már rég volt, úgyhogy folytatjuk az Arzenál karrierünket, váltok is nektek kamerát, szevasz Tomi! Itt is vagyunk, FA kupával fogunk jelentkezni, hát lesz egy rangadó is, amint látható, Tottenham Hotspur, Manchester United, és mi pedig a Fulham gárdáját fogadjuk, de mindjárt szétnézzünk, hogy hogyan is állunk a nagyvilágban. Nézzünk egy Premier League-et először is. Nagyjából 10 fordulóval a vége előtt, ugye 28 meccset eddig lejátszottunk, kivéve én 27-nél járok, de közelít ez a 28. Jelenleg így áll az angol Premier Liga, ugye én már a második szezonomat töltöm itt. 20. a Preston, 19. a Norwich City, 18. a Watford, 17. a Crystal Palace, 16. a West Brom, 15. Southampton, 14. Everton, 13. a Fulham, 12. a Leeds United, 11. a West Ham, 10. a Burnley, 9. csak a Spurs, 45 ponttal állnak 27 forduló után. Az Arzenának a legnagyobb rivális, a 13 győzelem, 6 döntetlen, 8 vereség és 6-os gól átlaggal. 8. a Leicester City, 7. a Wolverhampton, 6. az Aston Villa, 5. a Liverpool. A Liverpool eléggé szegényes szezont nyomott már tavaly is, ha jól tudom. Kár, hogy egyébként ezeket a seasonről seasonre járó eredménylistákat nem lehet megnézni. Mindig csak az adott szezonnak a eredményeit, tabelláit, de azt tudom, hogy ezt a szezont is nagyon gyengén kezdte a Liverpool, hogy ez az 5. hely, ha azt nézzük, ez még egész csoda hely is tőlük. 14 győzelem, 6 döntetlen, 8 vereség, 13-as gól átlaggal, 48 ponttal az 5. helyen vannak. Utána jön a Chelsea a 4. helyen, hát ők is ilyen, hol ilyen, hol olyan. Szinte van a 16 győzelem, 5 döntetlen, 7 vereség, 53 ponttal és 11-es gól különbséggel a 4. helyen vannak. 3. a Manchester United 60 ponttal, 2. az Arsenal ugyanúgy 60 ponttal, csak hát jóval jobb gól átlaggal, ugye nekünk 40 van, a Unitednak pedig 24 a gól átlaga. Mi ugye 18 győzelem, 6 döntetlen és 3 vereséggel állunk a 2. helyen, és egyetlen egy ponttal a Manchester City vezeti a tabellát, 19 győzelem, 4 döntetlen, 5 vereség, 24-es gólátlaggal, tehát ha azt nézzük, a mi gólátlagunk a messze legjobb a ligában, és a Prestonnél a legrosszabb. De ha most esetleg majd nyerünk, hát nem tudom, hogy egyáltalán, igen, pont a Preston ellen fogunk játszani, ha nyerünk a Preston ellen, akkor átveszik ugyanúgy a tabellát, ha United pedig elveri ugyanúgy a West Hamet, akkor a Manchester City visszaesik a 3. helyre, tehát eléggé szoros azért a Premier League is, de igazából itt még hát a Chelsea lehet, aki még beleszólhat esetleg a dolgokba, de már ő is 7 ponttal van lemaradva, úgyhogy még ráadásul egyet több meccset játszott a Manchester Unitedhez képest, úgyhogy nincs könnyű helyzetben a Chelsea, és közben egy kicsit megkörölgetjük a nózit, mert miért ne? Oké, na nézzük, FA Kupa. Az FA Kupában a 6. forduló következik, ugye mi fogadjuk a Fulhamet majd most, lesz egy Spurs Manchester United, egy Southampton West Ham United és egy Burnley Aston Villa. A Carabao Cupot azt megnyertük pont a Spurs ellen 1-2 arányban. Annak vége lett, ugye a Superkupa az még a szezon elején volt. Na és akkor nézzük a BL-t, az még nem lett teljesen kisorsolva, mert még nincs is lejátszva a legjobb 16-nak a 2. része. Ugye a Napoli kikapott az Atletico Madridtól összesítésben 2-1-re, a PSG elverte a Dortmundot 5-2-re,
A Spurs visszatámadt, visszatért, 0-3-ra nyert most idegenben a Milán ellen, és ez elég volt, hogy 3-2-es összesítésben további sor, és mi pedig 3-1-re nyertünk ugyanúgy az Inter otthonában, tehát most a Spurs meg az Arsenal hülyén hangzik, de összefogott a milánóiak ellen, és visszavágott a hazai vereségekért. Ugye a Milán is 2-0-ra nyert a Tottenham otthonában, a Inter pedig 1-0-ra nyert az Emirates-ben, úgyhogy így 3-2-es összesítésben mind a Spurs, mind az Arsenal tovább jutott, és akkor van még hátra egy Manchester United, Real Madrid, Benfica, Leipzig, Bayern München, Barcelona, Atalanta, Sevilla. Hát itt ugye a United áll jobban, a Benfica, a München, Barcelona 2-2, és hát az Atalanta pedig 3-0-ra verte a Sevillát. Érdekes lesz majd ez a másik része is a BL-nek. Ugyanez igaz szerintem a Európa Ligába is. Villarreal Róma, 3-4-re Róma visz, vagy nyert szerintem, azt is már lejátszott, de nem olyan biztos, még mindegy, most 3-4. Leicester City Olympique Lyon 2-4. Porto Manchester City 2-1 meglepetésre, Lille Spartak Moszkva 1-2, Monaco Sporting 1-0, Juventus Wolfsburg 3-0, Frankfurt Stade Arena 0-1, és Real Betis Lazio 1-2 jelenleg. Konferencia Liga, Leverkusen Antwerp 3-2, AZ Swansea 0-0, Marseille Rangers 3-1, Sturm Graz Celtic 0-1, Espanyol Malmö 3-2, PSV Liverpool 1-1, Genk Basel 3-0, és a Braga Fradi pedig 2-2. És van még nekünk egy Európa bajnokság selejtezőnk, ami nagyon-nagyon fontos lesz a magyar válogatott szempontjából, az elkövetkezendő három meccs. Ugye Írországot fogadjuk, majd megyünk Finnországba, és majd fogadjuk az utolsó meccsen Franciaországot Puskás stadionban, ami úgy nincs is benne a játékban, de mindegy, ez így hangzott szépen, és jelenleg a tabella így néz ki, Portugália és Franciaország tűnik úgy, hogy kijut az Európa bajnokságra, de azért Magyarország és Írország is még bele-bele szólhat, hát a finnek a egy pontjukkal nagyon-nagyon csekély esélyt látok arra, hogy odaérjenek legalább a második helyre, de még mi az írekkel megkavarhatjuk ezt az álló vizet. Arsenal Fulham FA kupa jön most, és eljátsszuk le. Az a biztos. Egyértelmű, hogy kettes csapattal kezdjük a játékot, úgyhogy, ja. Szia Gyuri, neked is szép napot, csau, csau. Úgy mindenkinek szevasztok, srácok. Folytatjuk az Arsenal karrierünket. Kacper Prinsblikó. Ura kell figyelnünk a Fulhamnél, mert egész jól játszott az elmúlt meccseken. Bergkamp már megkapta a maga tiszteletét a stadionban, itt az Emirates-ben. Szép napos idő fogadja a csapatokat. Hát a Fulham ugye most került föl a Premier League-be itt nálunk ebben a szezonban. Nincs kieső helyen. Meglátjuk, hogy mit tudunk kezdeni vele. Tegnapi Real Barca vélemény. Nem néztem a meccset, mivel éjszakás vagyok. Láttam egyébként, hogy rangadó van, és meglepődve tapasztaltam a 4-0-át. István, nagyon szépen köszönöm a 100 bites villámcsapást, az így ide illett be a FIFA-ba. Na hát így nézünk ki, B-keretként. Sok tehetséges fiatallal állunk ki a Fulham ellen.
És akkor nézzük, hogy a Fulham hogy áll ki. Well, on paper, they look a very balanced team. But the three advanced midfielders must at times make runs beyond the center forward. Otherwise, nagyon ismert név nem látok itt. Tehát ezt a hiába jött ezt a Brzblako nem nézett ki úgy, hogy na. Jó lesz a dolog. Na nézzük! Hát ezt Smith-Rowe elég szépen eladta. Uha! Hát ez... ez nagy indítás volt, és hát akit emlegettek a meccs előtt, be is talált. Hát hideg zuhany az Emirates-ben. Hát holdingunk valahogy nagyon lemaradt róla. Abba melyen bomba formában. Igen. Az a wifi jelszól hátán? Így van. Na, akkor ébresztő fiúk. Ez egy Fulhamet illene elvernünk. Well read to put an end to that attack. Ja. Hát minimum a sárga Robertonnak. Elég szépen elkaszált minket Laviát. És még nagyon ős nem értette, hogy miért kap sárga lapot, hát nem is tudom. Martinelli! Ó, te fiú! World class fokozattal játszunk. Úgy, ahogy már megtanultuk kezelni ezt a szituációt. Tete. It's with Lucas Robertone. Chalaba. Can he play it in? But nothing doing in an attacking sense. Arsenal have given it away. Kicsit a fiúkkal szedett vedett a tribünnek. And that will be a corner. Hát most a Fulhamesek örülhetnek. Bliko, vagy Bilko, úgy van, úgy fog most már mondani, Bilko góljának köszönhetően. Can he deliver it with accuracy? Not all that convincing defensively. Now a decent position. Real chance. Oh, a save right out of the top drawer. Super stop. Elég agresszív a Fulham. De így nem passzolunk, haló. Nem tudom, hány óra lehet, lehet ebédidőben jöttünk ki focizni. Sends it back. Will they get themselves level here? Ah, Swiss Rowe. Bellegarde. They've given it away. Plenty of options. Lokonga. Well, a top-notch piece of defensive judgment. See a joy. Cavaleiro. Giving the ball away. Now potential danger, but not quite what was needed. I really thought they were going to open up the defense.
Nagyon agresszívan játszik a Fulham egyébként. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more action coming up from the Premier League for you. It's Arsenal facing Preston North End. And what a game that will be. Two good teams in a great stadium. I'm really looking forward to that one. Two good teams. Hát inkább az Arsenalra mondanám, ez a two good teams. Preston megkaphatná, de azt szerintem csak Bilko, igen. Agresszívan játszik, nagyon a... Fulham. Nehogy piros lap legyen belőle. Futball menedzserrel is játszottam már, el is van kezdve vele a Békés Csabával egy karrier, de megmondom őszintén, nagyon, nagyon hidegen hagy, mert az is egy... Nem jó! Mármint nem az, hogy nem jó, csak annyi játék van már, hogy én nem tudok ennyi mindennel játszani. Az is egy olyan időszipka játék, mint annak a rendje. Ugye az nem várható. Gabriel Martinelli. Well, pass after pass, maybe they can chisel an opportunity. Na jó, egy kicsit támadjunk ki, mert... De lesz jóval. Magyarítás az már volt hozzá alapból. Már az is szinte 100%-os volt. Úgy játszottam már akkor is. Albert Sambi Lokonga. It's with Takehiro Tomiyasu. Moving the ball nicely, trying to carve out the equalizer. Well, an easy one to cut out, really. And we are going to have two additional minutes. Na most akkor én kapok sárgát, nem. Fulham pedig a Crystal Palace fogja majd fogadni a Premier League-ben. That looks a really entertaining game. Two good teams with two excellent coaches. I can't wait for that one to come round. Na, akkor a szünet előtt. Hložek! Hát, paszki. Szia, Marcin. Azért ezt így lett volna berúgni, haló. Ide kellett volna az a gól. Hát 1-0-ra vissza Fulham. És szívós kis ellenfél. Spurs United 0-0. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Tomiyasu. Albert Sambi Lokonga. Arsenal have given it away. A gyerekek, tehát ha ezt így folytatjuk, akkor meg is érdemeljük majd a kikapást, csak úgy halkan jegyzem meg. Martinelli meg... De miért kifele futsz? Ó, édes Istenem. Gyerekek. Mi van veletek? Mi van veletek? Kapjuk már össze magunkat, haló. Klozek. Well, still searching for the equalizer, but not passing it anxiously. Ah, ennyi már piros is néha az én napján. Most már kezd unalmas lenni az az agresszítás ettől a csapattól. Hát semmi közelebb volt a labdához, tehát... Ez a... én nem.
Tanuljunk meg labdát tartani. Védő létünkre meg pláne. But when they have won it back in midfield areas, their counter-attacking has been excellent. They'll be happy with the way the game's going at the moment. Well read to win possession back. Oh, what an opportunity! And the post denied. De megint... Úristen, erre inkább nem mondok semmit, hogy a játék mit reagált. The game was firmly in their hands. Now though, they've got to make sure they don't let this slip. Ahelyett, hogy azzal az emberrel, akivel mentem a labdára, elrúgta volna a picsába, nem, ő tovább vitte volna. És a kapufa volt a mentős dolog most. Gabriel Martinelli and dispossessed. Tudjátok, itt nem értek ilyenkor, hogy így játszik ellenünk a Fulham, és majdnem kiesésbe van a Premier League-be. Akkor miről beszélünk? Les. Ám les. Able to close down the shot. And it crossed the touchline, so a throw in here. Na, a csoda csatát lehozza. Opportunity to deliver the cross. Ha de... Well, that's how to put in a clean tackle. Wilson. Good pressure to regain possession. Martinelli cuts it back. No way through. This could level it. Rúgjuk már be, hát gyerekek. Nothing comes of it. And players waiting in the center. Hiába waiting for the center, hogyha nem tudunk helyezkedni üresbe. Az meg, hogy mindenhol ott van. Jó, 15 játékos van a Fulhamnél, vagy mi az Isten van? Space and time for the cross. Jaj, te ilyen faszacsávó vagy. Na, behozzuk Raspadorit, mert vagy Lozsek nem akarja az igazat. Hát bazd meg. Ki fogunk kapni? Figyeljétek meg. Valahogy nem érzem a csapatba azt a... Martinelli, mit csinálsz? Ágy, bazd meg, gyerek! Jó. Wilson, can they create something from here? Harrison Reed. Ja, hogy te így keresztül vész mindenkit. De kihelyed, csak jöjjön be Pepe hátha. De. Might really be able to trouble them here. No spillage from the goalkeeper, routine. De miért nem támad? Á, gyerek, jó, meg is érdemel. Megér, úgy le fogom szidni most az én őket, mint annak a rendje. Tehát ez nulla volt, gyerekek. Gratulálhattunk, hogy kieshettetek a FA kupából. Ügyesek voltatok, tényleg.
Ez egy nulla volt. Egy nagy nulla volt. Nagy nulla volt. Nem tudom, hogy mitől fostunk ennyire egy szaros Fulhamtől, de gratulálunk. Zsoltikám, nagyon szépen köszönöm a hostodat. Üdv a nézőinek. Hát így... Ez egy totális megérdemelt kiesés volt. Totális megérdemelt. Post-match interjú. Mehet is a post-match. Spurs is kiesett. Hát ez ilyen. Csak ezzel kicsit a kis csapat baszott ki magával, mert így már kevés lesz az, hogy ők fognak már játszani. Na, mi olyan annak a kérdése? Totál, olyan nullát fogok náluk mondani, mint annak a rendje. Team performance. Are you disappointed? We didn't take our chance. Így van. Mi hiányzott a teljesítményből ma? Hát... egyetlen egy védekezési probléma, egyből megbosszulja magát. Csalabá. És az... mindegy, rányomunk egy ilyet. Thank you for your time. Hát ez... ez totál megérdemelt volt, ez a vereség. Totál megérdemelt volt. Jó lesz így ez a magyar válogatott. Hát mindegy, FA kupa nem lesz idén meg. Vagy pont egy Fulham ellen azért... azért na. Minden igaz, szerintem van már sorsolás a BL-be, hogy kit kaptunk. Na nézzük. Spurs Bayern München, Leipzig Atalanta, Atletico Madrid PSG, Arsenal Manchester United. Ez igen. Összejött az angol rangadó ott is. Úgyhogy ez jó lesz. Na és ezután akkor izé van. Jó, akkor Preston ellen nyugodtan jöhet a A-keret. Ezt le fogjuk szimulálni. Úgy is van, Quicksim. Épp, hogy 1-0-ra nyertünk, Ødegaard góljának köszönhetően. Köszönjük szépen! Őristen! Jaj, ez a progress szarok, bazd meg! Na nézzük akkor. Hát az írek ellen egyértelmű, hogy... hogy nyernünk kell. Jó. Reméljük, hogy nálunk nem lesz losing streak. The competition's top marksman, stay with us on EA TV. Szoboszlai Dominika. Top góllövő, bár ugye a portugálok ellen két gól is róla jött be, tehát... akárhogy is nézzük. Azért... na.
and we're very much looking forward to bringing you this European Championship qualifier. It's Hungary versus the Republic of Ireland. Well, Derek, as is always the case, the team that dominates midfield would be the team that controls the flow of the game. And that for me is the area... Akkor így állunk jelenleg, 7-7 ponttal van Magyarország, Írország. Hát egyértelmű a győzelem kell. The lineup then for the hosts. Na és akkor nálunk így néz ki. Divus, Varga, Kádár, Lorencs és Kleinheisler, Bese és Szőke van a kispadon. Kezdő 11 pedig Gulácsi, Botka, Orbán, Szalai, Négo, Schäfer, Nagy, Szoboszlai, Salói, Hán, Sallai. Ez a magyarországi kezdő 11-ünk. Mindjárt mutatja az íreket. Közben mennek a csapatfotók. This is the starting 11 for the Republic of Ireland. Well, when you see it like that, hát azért itt is vannak nevek. But I'm expecting the two fullbacks to push up to make it more of a 3-4-3. Daherty, Clark, Duffy, Callan. Tehát hátha. Elverjük az íreket. Hátha, hanem tényleg azt kell, hogy elverjük őket. Here's Hahn. Na ez most kiről ment ki? Rólam ment ki. Hogy ment ez ki rólam? Nem tudom, de egészségedre játék. Szép volt Sallóitól. Ez már nem volt szép. Well, he always has to be regarded as a dangerous opponent, so what should we expect to see from him in this game, Stuart? Mánom ezeket a flipper pattogós labdákat. Gulácsi, menj már rá, köszönöm szépen. Daniel Szalai, Schäfer, Szoboszlai. Well, that's a splendid piece of challenging. Robbie Brady. The attack continues. They're making considerable progress. Good looking ball. And reading it absolutely superbly. Brown, Cullen. Megint össze-vissza vált az játék. Megmentett a kapufa minket. Schäfer. Well, great read there to intercept. Matt Doherty, bad pass. Szoboszlai. And the ball's gone.
Aaron Connolly. Well, that's how to break the spirit of the attacker. Gyerünk egy kicsit, támadjunk, srácok, te, gyerünk. De ne így! Hát... Istenem, jó, hogy les volt. Muszáj nyerni, mert igazából pont, hogy ezt az írek meg a finnek elleni meccset kéne meg nyernünk. Well, the clearance half-hearted. Oh, moving it nicely. Schaefer. Moving the ball nicely. Looking for a pass. Well, what a stop that was. Kieran Clark. On the ball, Cullen. Matt Doherty. Brown. Robbie Brady. Well, he likes to run at them. Hát de akkor fussuk be, vagy valami, haló. Options in the center. Well, he failed to get it away properly. Well, those stats tell you everything. A tight and cagey game without enough goal malaction. Both teams need to get more players forward if they're to pose a risk. Van egy olyan érzésem, hogy el van. Hát gondoltam. Egyszerűen gondoltam. Jó anyádat, a buzi játék. Komolyan mondom, hogy nem tud bazd meg egy rohadt izét. Ez az attackingnek a izéje, mi? Át kell majd nézni ezt a magyar válogatottnak a menedzsmentjét. Good looking sequence. Alan Brown with it. On the ball, Cullen. Accurate pass upon accurate pass. Opportunity. Oh, magnificent reaction. Schaefer. So Boszlai. Ah, gyerekek, hát itt nem asszolom. De egy gyögvenyelős meccs lesz ez, már látom erőre. Aaron Connolly. Alan Brown with it. Ryan Manning. Les volt, nem? Ezek szerint nem. Terrific block. And so it is, the first half. Dúdul. Hát baszki. Well, he was one of the better players in the first half, but needed to be better still. Stuart, your thoughts? Hát hány aninap most nem akar összejönni. Finnek vezetnek a franciák ellen. Na, az még egy nagy bízt lenne. Ha nyernének a finnek a franciák ellen. Akkor meg pláne nagyon kéne nyernünk. Brown. On the ball, Cullen. And attempting the through ball. And he cuts inside. Hán, ott is van, jól van. Na. Csak emlegetni kellett, hogy most valahogy nem megy Janinak. Azt mondja, lövök akkor már gólt a mesternek. Well, that was a fairly easy finish in the end, but he still had to take it. He won't mind how they come though. Úgy is van, hogy kell.
1-0-ra vezet Magyarország. És ezt jó lenne megtartanunk. Robbie Brady. And it crossed the touchline, so a throw in here. Kieran Clark. Brady now. Giving the ball away. Sustained pressure, and now they máskor töröld meg te is az órodat, haver. Tehát majd akkor érzékelt, hogy passzolni akarok. Brutális ideje az a fázis késés, amit ez a játék produkál. Kicsit olyan érzés van már ezekkel a FIFA-kkal kapcsolatban amúgy, hogy ilyen előre tervezett mozgásokat kell megcsinálni, és akkor előre nyomni a gombokat. Most is. Már rég nyomtam a paszt. Nem mindegy, melyik lábára jön, meg mit tudom én. Gulácsi, meg kell fogni. Ja. Érjük el! Adam Nudge. Nem akarunk jönni segíteni, tehát. De miért oda akarsz passzolni, amikor ott megy üresben? Játék! Az ég áldjon meg téged. Ez a baj, hogy te hiába látod a lehetőségeket és úgy nyomod. Valamiért ő azt mondja, hogy nem, ő nem oda akar passzolni. Ahogy mondtam már, a szabotásnak a legnagyobb királya ez a játék. Szabotás király. Jaj, még így is nálam alad, elfekszik minden. Aha. Most is saját embereimbe botlik bele. And no way through. An alert intervention. And Hahn has it. Going about his defensive business with a minimum of fuss. And scope for them to produce something exciting. Moving the ball nicely. Trying to carve out the... De miért oda passzolsz megint, ember? Hát, bazd meg! Hát esküszöm, hogy agyfasz kapok ettől a játéktól megint. De miért oda ment? Ez mi volt? Hát látjátok, hogy hova passzolok? Miért megy át oda? Hát látszik, hogy oda akarok passzolni. Hát agyam eldobom ettől a játéktól, komolyan mondom. Mit variálgat? Már passz pillanatában bazd meg látszik, hogy odáig megy. Nem, ő meggondolja magát, és inkább oda passzol a szarabik helyet. Hát, Istenem, ez a játék. Mekkora egy szabotáló geci egy játék ez. Well, both teams have had substitutes swarming up, and now both will rely on their respective benches. Istenem. Can someone get on the end of this? Well, the keeper won't be complaining about that corner kick delivery. His ball all the way. De Hánunkkal úgy passzolok, hogy induljon be, tehát a RB plusz indítás volt, vagy passz. Tehát valahogy Hán az nem jutott el ez a parancs. Így van. Ügyes. Odauda. Crossed into the penalty area.
Nem akarunk támadni ezek szerint, vagy? Daniel Saloy. Így van, megint olyan embernek akar passzolni, akit fognak. Ott volt Szoboszlai full üresen. Nem, ő annak az embernek passzol, akit fognak. Á, csöppet se szabotálós a játék, kicsit sem. Les. Azt hittem. Ezse ballábas vagy, úgy érzem. Most már fújják le ezt a meccset. Fújj már le. Jó. 1-0-ra nagyon-nagyon nehéz meccs után csak nyer a magyar válogatott. Hájani góljának köszönhetően. Nem mondom azt egyébként, hogy nem megérdemelt. Megérdemelt a győzelem, mert azért többet tettünk érte. De brutális volt megint a tanástalanság azért a pályán néha. Hát köszönhetően megint a játéknak a baromságai miatt. Na, a francia szett csak megfordított a kettőre, elverte a finneket. Hát így már azt mondom egyébként, és most pont a finnek ellen megyünk. Nagyon jó. Hogy progress, mit progress ezek? Van értelme? Nincs értelme. Úgyis valószínűleg nem rúgnak ki, ha meg kirúgnak, akkor menjenek a kurva anyjába. Hát most olyan hülye egy kihívást ad a játék progressbe. Na, nézzük csak a squadot, mert itt aztán vannak bajok. Van egy olyan érzésem, hogy attackingba például miért így van ez az egész, nem tudom. Ugyan mindegy, hogy nézem. Ha nézzünk egy védekezést, az ugyanúgy van. Ultra attacking. Ez olyan gáz egyébként, hogy beállítasz valamit, és a játék ennyire ostoba, hogy nem tudja úgy rakni az embereket, hogy az úgy normális lenne. Tehát, hogy ne Nagy Ádámot rakja csatárnak, hanem ugyanúgy akkor maradjon Hán Sallai itt, és akkor esetleg a védekező középpályást rakja valahova szélre, vagy mit tudom én. Nem, ő inkább ilyen hülye, ostoba módon belenyúl az egészbe. No, hát a finneket is vernünk kell, és abban reménykedni, Portugália, pedig nem tudom, kivel fog játszani Portugália, lehet tudni? Vajon? Itt lehet a standingsnél megmutatja talán. Írekkel. Hát azt kéne, hogy a portugálok pedig az írekkel vagy döntetlen, vagy kapjanak ki, vagy valami, és akkor fel tudunk jönni itt azért. Talajvíz, de majd kiderül. Jó. Utolsó három meccsén 5 gólt szerzett a Janink. Híj, a finneknél. Jó az időjárás, úgy látom. Esős este fogad minket.
I'm Derek Ray, and sharing commentary with me, as usual, is Stuart Robson. And very excited to be bringing you this European Championship qualifier. Okay. Finland versus Hungary. Well, thanks, Derek, as meg Hradeckivel, hogy hívják a kapust. Hát ez kötelezően meg kell nyernünk, tehát gyenge a finn válogatott, így most szereplésben, teljesítményben látszódik is a tabellán. Hát elvileg itt pláne hoznunk kell a pontokat. This is the lineup for the home team. Hradecký, így van. But if the wing backs break forward, the midfield can get close to the front pair and the front two can link up. Nagyon más nagy nevet nem mondanék így a finnek közül. Vasainen még talán. Most már kicsit rend lett rakva így a team managementben nálunk is. Ha nehogy Isten, mégis változtatnunk kell a taktikát. Itt pedig a mi kezdő 11-ünk nem változott névben semmi. So it's important that the midfield players give support to the striker whenever the ball goes wide. They can't allow him to be isolated. Reméljük, hogy tudjuk hozni a három pontot. Nagyon megy a fújolás. Na, már kezdő támadás meg is volt Szoboszlai Dominik által. Can he deliver it with accuracy? Just the clearance that was needed. Decent position. Ah. Piece of anticipation. Not to be advised giving the ball away there. Jensen. Jensen. The pass not quite accurate enough, and a throw in then. Good bit of pressing. Adam Nudge. Textbook defending inside the box. Azt bírom, hogy nincs önálló gondolkodása. Normális gondolkodás az AI-nak. Úgy megáll, nem veszi észre a helyzetet, a szituációt. Na, ez egy támadó szituáció, akkor nem megállok verni a faszt, hanem akkor tényleg segítünk. Csak amit te úgymond beaksz ebbe a rohadt team managementbe, akkor az úgy is van. Nem minden esetben, ugye? Well, sitting deep like this might be a dangerous game. Still level here, but the pressure escalating. Oh, breezing past him. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Uronen.
Megint Szalaira váltott a helyet, hogy nagyra váltott volna. Just not properly looking after the ball. Ott van szembe vele. Moving into the advanced position. And a decent delivery. Well, no problems defensively. So Boslöy. Szalai with it. Space and time for the cross. Has someone to play it to. Couldn't quite hang on. It looks promising. Able to get mindig blokkol, állandóan blokkolni tud ez a gép, mindig blokkol. Uronen. Poor pass. Na, mehet a piros lap, köszönöm szépen. Mehet jégkrémet enni, ringecske. Hát azért álljon már meg a menet. Szia, Kogér. Hát én legendary szinten nem játszok, én inkább world class. A legendary az meg engem szerintem hajhúlással járna. Nálam. Na most láttátok? Megint! Nem tudom, hogy fogja elmutatni. Nem mutatja. Lefele nyomtam a izét, a keresztet, és nem, ő szembe passzolt. Szabotás király! Ladies and gentlemen! This is the Sabotage King. King of Sabotage. Well, there you have it. In terms of possession, there's not much in it. It really has been a hard-fought battle so far. One of these teams needs ezt a piros lapot most meg nagyon ki kell használnunk. Nincs mese. Real chance. Well, what an opportunity that was. Well, that's a great chance to open the scoring. It's a poor effort in the end. Nem bír megtartani egy labdát, bazd meg! This might be ideal for the counter. Well, it was a foul, but good use of advantage. Jó, a szélekkel csókolom. Nyaralni vannak, vagy mi van? Vagy egy középvédőnek kell oda mennie. Jensen. He cuts it back. Spectacular save, top class goalkeeping. Hát ez szép horgulács ide. They're urging their team to score here and take the lead. And now the delivery. Well, not cleared away completely. And using his strength to shield. Well, it smacks into the gloves of the goalkeeper. Just 1 minute of stoppage time, say the officials. Hát 0-0, piros lap a finneknél, tehát második fél időben ezt nagyon csúnyán ki kell használni. Mert ez így csúnya lesz, főleg így, hogy 1-1 az ír portugál. Szia Andris! Underway then in the second half. And the two teams matching each other just about stride for stride. Kamara. Well, it's one pass after another. And they have possession again. Hahn. Daniel Szalai. Miért Négó jön középen, és miért nem Szoboszlai Dominik?
Hogy az Isten áldja meg ezt a játékot, komolyan mondom, bazd meg. Bazd meg. Salai. Szoboszlai. It has to be. And denied by the keeper. Impressive. Nagy, miért? Na, ne szó. Nézd meg, bazd meg. Hát beszarok, komolyan mondom. Mi a faszak állítottam át akkor ezt a kibaszott kurva? Mi a faszomat? Játék! Hát ennyire látványosan ne, hát láthattátok, gyerekek, hogy rámentem, hogy mi legyen mindegyik játék üzénél. Ez csodálkozok az emberek, hogy miért szidom ezt a játékot. Hát bazd meg, ez még offline is bazd meg agyfasz tud adni. Hát most szórakozol velem? Bazd meg. Hát minden egyes, mind az attackingra, mind a defenzíre beállítottam az embereket a pozíciójukra. Nem, ő most megint berakja Nagy Ádámot csatárnak. Kérdezem, hogy mi a véreres Isten hót faszáért kell, bazd meg, szabotálni ennyire látványosan egy embernek a élvezeti faktorát, bazd meg. Hát ennyire faszopó egy játék nincs a világon, esküszöm tényleg. Ennél még, komolyan mondom, a Souls játékok nem ilyen rohadt idegesítőek szerintem. A Dark Souls-ok, meg az Elden Ring, meg ezek, mint ez a buzi játék. Hát komolyan, vége lesz az adásnak, vissza fogom tekerni, meg fogom nézni, hogy hol ment el, hogy nem mentette el vajon. Mit nyomtam másként? Hát direkt még sima menüben állítottam be, bazd meg. Hát agyam eldobom ettől a játéktől, néha, ez hát bazd meg. Who can they pick out? Must be. And the keeper making sure that was pushed well away from danger. Uronen. Hát ezért nem jött Szoboszlai középen. Kamara. Did well to win the ball back. Van lent, bazd meg, már rég indíthattuk volna. Semmi baj. Bazd meg! Hát, bazd meg, sallói! Megint nem jön senki segíteni, mert minek? Nem tudunk passzolni, mert minek? Menjél, menjél, botka, menjél! Ó, gyerekek! Ott botka indul meg a támadással, ez is mi már, gyerekek. Istenem. Na hát Szőke Andris, nagy nehezen megszerzi a vezetést Magyarországnak. Nagy az érdeme ennek az egésznek, hogy Botka elég szépen betámadt. Nincs ultimate team. And into the last 20 minutes. Daniel Saloy. Well, he has the measure of his man.
Can he put it away? And inches away. Didn't miss by very much at all. Lovren Csicset behozzuk. There has been plenty of limbering up from substitutes. Kit lehozza a finn mester. Daniel Saloy. Will it happen for them? A very effective challenge put in. Now in the dying embers of the game, it looks as though the visitors have done enough. Stuart, your assessment. Yeah, just about edging it overall. Megint Szoboszlai, bazd meg, fölmegy a faszba, de minek? Amikor kell, akkor nem megy föl, amikor nem kell, akkor fölmegy. Hát, bírom az ilyet. Ez Gulácsi! Ez szép volt! Na most mondom neked azt, fiam, hogy azt hiszem, hogy Dibusz szóval szépen helyet fogsz cserélni, bazd meg. Érted? Tehát ekkora bakit, bazd meg, amit most te megcsináltál, mert baszható az a labda, hogy nem szabad, forró, biztos, nem szabad megfogni. Ez szép volt, Gulácsi. Ez szép volt. Gyönyörű voltál. Hogy Dibuszunk készülhet is a következő meccsen. Bazd meg, hogy mindig kell, hogy legyen egy ilyen baki. Bazd meg. De miért nem segítünk normálisan, gyerekek? Hát, bazd meg. De... Rasmus Schüler. Nézd meg, és még meg ki fog egyenlíteni, hát még megváltoztatja. Hát, Gulácsi! Köszönjük szépen, hogy nem tudsz egy kurva labdát, bazd meg, a nulla fokos szögből, bazd meg, megfogni. Ez gyönyörű volt. Gyönyörű volt, fiam. Nagyon szép voltál, tényleg. És úgy, hogy ráadásul a portugálok kikapnak, ez szép volt, tényleg. Köszönjük szépen. Tudok változtatni? Nézzét, National Squadra, menjünk csak rá. Nem érdekel 85-ös vagy, barátom. Nem érdekel, Dibusz jöhet. Szevasz! Na nézzük akkor, Attacking. És nézzük, nem jegyez. Akkor így, na nézzük. Állítsuk be, hogy jó legyen. Igen. Confirm game plan, game menizé, igen, és ezt ugyanúgy eljátszottam, és nem jegyezte meg. Igen, így jó lesz, confirm game plan, saved, ultimate defensive rá is rányomjuk, mert hát mindenhol ilyen hülyén van megcsinálva. Igen, confirm, nagyon jó, és ultránál is, ígyni. Csak hogy örüljön a buzi fejed. Confirm, tessék! Most megjegyezted. Nagyon. Would you like? Akkor mi a fasznak írod be, hogy confirm, save? Semmi baj, fiam. Semmi baj. Hát most ki lehet jelenteni, hogy a játék kurvára nem szeret. Kurvára nem szeret. Nem fog érdekelni a franciák ellen, hogy 85-ös vagy nem 85-ös izé lesz. Tehát ezt most büntetem. Keményen. Ne haragudjatok már, tehát
Hát... Fura kíváncsiak így, hogy állunk. Sorsdöntő lesz! Sorsdöntő lesz! Sorsdöntő lesz a franciák elleni meccs. Sorsdöntő lesz a franciáknak a portugálok ellen is a meccs. Nincs mese, nyerni kell. Hát ugye meg tudtuk őket verni, de ha kikapunk, és ráadásul a portugálok is nyernek a franciák ellen, akkor ki fogunk esni. Akkor nem jutunk ki az Európa bajnokságra. Döntetlennél meg ott se jó. Ott akkor döntetlennél meg abba kell bízni, hogy a franciák verjék el a portugálokat. Hát meg a finn Írország is ott van. Még a finnek is ott vannak a negyedik helyen 10 ponttal. Nagyon szoros. Hát ez így, így nézőiknek így persze tök jó. Everton Arsenal. Thanks guys. We're going to get started with the questions now. Nyilatkozzunk. Egy-egy lett az előző mérkőzés. Hát nem tudom. Okay guys, we'll be wrapping it up now. Thank you for attending. Megnézem már, milyen meccsek várhatóak. Everton. Ez jó. Tehát annyira látszik egyébként, hogy mekkora egy szánalmas ez a játék. Direkt úgy volt velem, jöjjön ki, hogy BL-be is United, és akkor azon a héten még a PL-be is United, meg visszavágó után, de jöjjön a City ellen is. Tehát két héten keresztül csak Manchesteriekkel játszunk. Te szerencsétlen marha. Jó, hát Everton ellen, mivel idegenben vagyunk, megpróbálunk lenyomni egy szimulálást. 1-2-re nyertünk, nagyon jó. Kivételesen. Hát szoros. Szoros a Premier League. Na hát a Burnley ellen viszont lejátsszuk. De ott viszont a kettes csapat jön megint. Még az első csapattal nem is játszottuk, de hát ugye tartalékulunk, hisz BL-be is Manchester United, utána Premier League-ben is Manchester United, BL-ben visszavágó Manchester United, és PL-ben pedig Manchester City. Szia Zoli. Rotár, hogy nyert két hét álomnyaralás Manchesterbe. Igen. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game.
Hát jó lenne, most már kicsit összekapná a játék magát, mert eddig nem nagyon akarja, hogy én nekem sikereim legyenek. Here are the starters for Arsenal. Well, for a while everybody played with a 4-4-2, and it can still be a very good system, but it does rely very much on your front two getting the better of their markers and the wide midfield players being good in 1v1 situations. Let's hope they play it well today. And this the initial 11 for Burnley. Nick Pope gets the nod between the posts. Ben Mee plays alongside Tarkowski in central defence. And the tactical configuration has two Haji, Corney, Holzen. Vannak az én nevek. A 10. helyen van a Burnley. Na nézzük! Potentially one to save. Arsenal get this game underway. Igen, már becsúszással kezdte a fiú. Effective challenge. Yanis Hadji. He's got to get to that cross. Well, no damage done. Well, it's been an Arsenal team gunning for clean sheets, and they keep excelling in that department, Stuart. Well, they press the ball at the right times and then drop off at the right times too. Hložek! És ott a gól, szép. Na, támadjunk már fel, aztán szórjuk már meg őket. Well, here it is again, and it was never really in doubt, was it? He was always going to score from there. Első gólja Hložeknek a Premier League-ben. So underway again here, 1-0 the score. Nem számította, hogy oda pattan vissza a labda. Playing it in. It might still be problematic. Holding. Holding nem szarozott. Azt mondta, hogy durrantunk egyet. And over it comes. Hložek. Ez ennyire nem kell fújjon és átszak, hát azért na. 13. percben járunk, vezetünk, támadunk, azért na. Mert ha 70. percben járnánk és vesztésre állnánk és épp hogy egyet fejelünk, akkor azt mondom, hogy jogos a reakció, de így. Hložek. And cut again from the flank. Martinelli. Teammate available. Martinelli. Is it going to be? Another block. Olsen aztán Aston Villás eredetileg, ugye? Cornet has it. Lehet, hogy rosszul tudom. And credit is due for that good piece of defending. Na, Smith Rowe. Well, here it is again, and the way they've been playing, that was always going to happen. They've certainly been piling on the pressure here. Itt is minek kell így átvenni, miért nem lehet kapásból? Hát látványos ezért, azért az úgy megtalálta az utat. Megint egyből nyomtam a lövés gombot, nem, ő még kezelgeti meg minden, mintha üzé gombás fertőzésed lenne. Lawson, a chance to whip it in.
Lotan. And it's Winks. 60 évig van előszabály. Szia, Bazi. In this case opting not to book him. But he knew he had to get to the ball and he did. High pressing at its best. Well, as you can now see. Now hold on, Stuart, they're in here. Hát. Klozek. And with that, the attack fizzles out. Simán lehetett volna ebből nagyobb minden, de hát a játék úgy van vele, hogy egy ember megold mindent. Beautifully weighted ball. And very deftly cut out. Adam Klozek. Ez érdekes egy passz volt. Adui kitör. Well, when you sit off like this, you invite pressure. Can he finish this? He's blocked it. Great pressure to win the ball back. Well, defenders having to cover up. Mindig blokkol, hát ez olyan ügyes egy játék. Mindig ott van valaki, aki blokkolja. Yanis Hadji. Could be threatening. He'll have a go here. Szép volt Ramsdale-től. Adam Klozek. You can sense the threat is there. Well, didn't go to plan in the end. Almost at half-time, and they're making home advantage count, I think it's fair to say. Stuart, your thoughts? Yes, it's been a really energetic display from them so far. The passing's been sharp, the movement from the front players has been excellent, and the fit... And what a magical save it was! Hát kellett, Ramsdale, nem tudom ezből mit látott. De kellett ez a védés. Over it comes. No nonsense clearance. It's opening up for them. Hát ez... A pity, really. Csúnyán lecsúszott. We've had the official word. There will be a minimum of two added minutes. Adam Klozek. Nyomsz egy futásgombot, érted? És nem az, hogy úgy megindulna, nem, ő megtárolja. Jaj, becsúsztak mögöttem, úristen. Letört a körmöm, tehát... Fú. Plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. That is a very fine challenge in difficult circumstances. Ez is mi volt? Olyan, mint a szándékosan úgy tapadna utána a föld, és úgy egy helyben moonwalkol a játékos. Olyan érzésed van. Hát az, ha nem 11-es, akkor semmi. Köszönjük szépen. Minek? Kapitány. Hát. Kilövi. Madujki? Miért Madujki kilövi? Miért? Hát inkább a Kosmiszról rúgja már, basszus. Hát ha. Hát ha mi? Marcinelli? In position, well, getting in the way, trying to deliver it accurately, and this might not be the ideal situation for them.
He scored once already and close to making it a double. Well, every time he gets on the ball, he looks a real danger today. This might be ideal for the counter. Well, it looked highly promising, but it came to nothing in the end. This is the home of live football, EA TV. And how about this for live action coming up? The Champions League quarter-final first leg. It's Arsenal facing Manchester United. Well, what a first leg that should be. It will be a tense tactical battle, but certainly an intriguing matchup. Well, a poor pass it was. No getting away from it. Throw in here. Well, that is annoying for any manager to see your own player giving the ball away from a throw-in. It did look on for them, but not to be. And into the last 30 minutes now. Now he must favour the cross. And a throw-in forthcoming. Bedobásra mentettünk, de hát... Matt Target. On to me. Ez gyönyörű volt. I'm delighted to say, more Premier League action coming up for you here on EA TV. It's Burnley taking on Chelsea. Played into the box. It might still be problematic. Danger averted for now. Miért Tomiyasu indul meg egyébként? Adam Hložek. Getting in there to intercept. McNeil. Failed to keep hold of it. Arsenal pushing forward with options available. Great vision to switch the play. He continues it. Again. And the cross into the middle. Well, couldn't quite find his teammate. And collected tidily. He had plenty to think about. Szerintem kicsit hazadásszagú volt, de... Higgyük el. Retaining possession proving difficult. McNeil, in with a chance. No, high quality defending. Martinelli. Patient build-up at the moment. I think I spoke too soon. Wasn't the best of passes, finally. Well, nicely cut out. Now what can they do with the ball? McNeil. It's a neat move. And the post denied him. Hú, de jó, hogy az ott átugrott, Pózze. Well, he can't believe his luck there, can he? How is that? Ez szép passz volt. Can he get one back? Vital intervention. Fú. Well, that's a fantastic save. He's such a good keeper. Hát voltak itt védések minden téren. And now both will rely on their respective benches. And now the delivery. Not at all problematic for the goalkeeper. Hložek. And snuffing out the danger. Matt Target. And options in the centre. Spot on with that tackle. So 2 minutes to be added on at the end. Yanis Hadji. Oh, good vision. Well, the keeper performing brilliantly. Azért Ramsdale-nek sokat köszönhetünk. Can he deliver it with accuracy?
So there goes the final whistle. It ends a victory megnyertük. For Arsenal. Maximum points for them. What did you make of it all? Well, we spoke about their great defensive record. Kellett. Jó. Eljúzzuk meg magunkat. Liverpool, Manchester United, ott jó lenne a Liverpool nyert volna. Have you got time for a few questions? Kétszer vertük el a Burnley-t, oda-vissza. Amennyire dicsérem őket, az a borálod fölül nem akar verni, úgy láttam amúgy. De nem értem bazd, hogy miért kell ennyit szimulálni ezt a szart. Figyelj, Chess Smith-ról, ha még egyszer nekem mehetsz írogatni, hogy ez is ez a bajod. Better wages now. Mindig van valami nyavajája. Thanks for joining us, guys. We'll take some questions now. Yeah, thank you. Thank you very much for attending, and we apologize if you were unable to get your question in. Na nézzük azt a... BL meccset a United ellen. Lehet, hogy lesz telefonom. Ne lepüljetek meg. This ought to be a game not just to fans of the respective sides, but also to neutrals. Elég lenge öltözetben jön a csávó, egy atléta, rövid nadrág, papucs. Ki öltözött a nagy rangadóra itt a BL-be, vagy úgy van vele, hogy majd a Premier League-be? And good evening to you from this beautifully appointed stadium, the home of Arsenal here in North London. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical and Rashford the capitán. And what we have coming up for you is first leg action from the quarter final stage of the az öreg Vieira. It's Arsenal versus Manchester United. Well, we're now down to the last eight, and they're all very látom, Ronaldónk itt van. This game should be high on quality, full of drama and a great spectacle. Let's hope I'm right. De jó lenne élőben is hallani ezt a himnuszt már az Emirates-be.
Reméljük, hogy jövőre sikerülni fog. No, és akkor így néz ki a mi kezdő 11-ünk. És a kis pad, Ramsdale, Smith-Rowe, Klozsák, Holding, Raspadori, Pepe, meg tudjátok, ki volt még. Donnarumma, Tierney, Gabrieli, Szalbjel, Dest, Bappé, Saka, Partey, Proctor, Ødegaard és Haaland. Ez a kezdő 11-ünk. Szokásos csapatfotó. Akkor nézzük, hogy a United hogy áll ki ellenünk. The lineup for Manchester United. David De Gea between the posts. Victor Lindelöf plays alongside Rafael Varane in central defense. De Gea, Shaw, Varane, Lindelöf, Dalot, Pogba, Van den Beek, Rashford, Madison, Sancho és Ronaldo elől. Na nézzük Haaland. Fog-e gólt szerezni. Negyed döntő első mérkőzését látjuk Manchester United ellen. Bukayo Saka getting the ball forward. Not what he was intending. Bad pass. Igen, mert nem akartam hosszan nyomni, mert mondom, akkor kiindít a picsába az űrbe. Juan Mata has been figuring prominently on the back pages in recent days. The rumors have been confirmed. He has elected to end his illustrious career at the end of this campaign. A massive loss for the club. Mata visszavonul az év végén. Hopp! Nagy esély volt Ødegaardnak. Jelta. Másik irányba mentünk volna Bappéval, akkor még lehet, hogy jó lett volna. Paul Pogba. Cristiano Ronaldo. Well, they're moving the ball neatly enough. Just looking for that decisive pass. És hát szokás szerint telefon.
Na bocsánat, itt vagyok. James Maddison. Defensive Brazilians to shut them down. Rashford. Maddison. Az ott a szerencsé, nem Ronaldo rúgta rá. Well, what a brilliant save that was. I can't believe he's kept that one out. Well, you get the feeling so many in attendance here have come just to see this man. Ødegaard! Well, threat averted. Pogba. Ah! A Dest. Saka. It's with Ødegaard. As clean as a whistle, that challenge. It's a fine United move in the making. Looking for that final pass. Looking for the goal that would put them ahead. Shaw. And Rashford. Well, he's thwarted him almost effortlessly. Martin Ødegaard. Tierney. It's with Ødegaard. Firing it in. Ah. Oh, incredible save, and he snuffed out the danger. Hát nagyokat véd, de ha. He's driven in the corner. And that'll be the goalkeeper's ball. Diogo Dalot. Maddison with it. Pogba. Well, they might be onto something. Ah. Ronaldo at the ready. And a struggle to get it away properly. Well, threat over for now. Holland. Bukayo Saka. And they continue to advance. And a lot of options here. He can't hold on to it. And thumped away. Gondoltam, lehet inkább rá kellett volna lőni. Shaw. And Rashford. James Maddison. Éppen kihozza. On the flank. That's not a bad ball. That goalkeeper's ball, disappointingly for them. Proctor. Bukayo Saka. And he's broken free. Ah. Oh, crucial tackle. Brilliant. Donny van de Beek. Rafael Varane. Here's Ronaldo. Can they find a gap in the defense? Pogba. Given away by Pogba. Racing forward, trying to catch them out. No. Shame, is it? But it didn't happen for them. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. Siakos. Jó pianist. Hát dúl-dúl. Azért jobban támadunk, de valahogy most Mbappénak nem megy. Atletico Madrid PSG 1-1. And so they kick off the second half in this Champions League quarter-final first leg. Diogo Dalot. Donny van de Beek. Hát reggel nekem is befagyott a picsám, nem úgy, amikor jöttem haza éjszakából. A kurva anyját mondom azért. Martin Ødegaard. Így március vége fele azért már nem... Nem ezt az időjárást
várnám el, hogy mínusz 7 fok legyen. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more action coming up from the Premier League for you. It's Arsenal facing Manchester United. Haaland, de mit csinál? Lesz. Hogy volt ez, Lesz? Istenem. Hát persze, még májusban is fűtés lesz. Nem jó! Hú, Donnarumma. Szerencsé, hogy Ronaldo nem találta el jól, és lejön, lehozza elég hamar Ronaldo-t, és Cavani jön a helyére. Short corner here, laid into the center. Well, he would have been disappointed had he spilled that one. We're getting right on top of their opponents. Ilyen egy kicsit nem volt képbe, hogy mi legyen. Partey. And into the last 30 minutes now. The mayor. Istenem, megint játék, hogy szopják faszt. Megint ott volt Bappé, hosszan nyomta direkt a háromszöget, az indítást. Nem, ő Haalandot akarta indítani. Hát, megint. Ostoba, egyszer akkora ostoba ez a játék, mint annak a rendje. Dühítő, dühítő. Pogba. On to Van de Beek. James Maddison. Cavani. Well, can they open up the defense here? Well, they were very patient, but they no longer have the ball. Now, counter-attacking possibilities here. Will they profit from this situation? Oh, wonderful save! Well, he reacts so quickly there. That's a great save. And they will make the change now. Well, they've been frustrated for quite a while now. Hát hozza a formáját most a FIFA. And played short. And pulled back. Ó, Saliba! Megint mindenki van ott középen, csak olyan ember nem, aki jó jönne. Sú, de jó. Azért nem rossz. Annyira nem rossz, hát most... Tavaly a Pepének nem volt. Hát de gondolom ez azért is van, mert ugye az Arsenal a Konamival van, ugye a e-sportos baromsággal. E-futball vagy mi az. Well, the keeper wasn't fooled by it at all, in actual fact. Mbappe.
Bukayo Saka. And he's beaten him here. Cuts it back. Oh, you saw Smith Rowe, gyönyörű. Az öreg! Az már egy ideje szurkol. Kettő-null. Diogo Dalot. Edinson Cavani now. Jadon Sancho, well, not quite the cross he was hoping for. Dangerous looking attack. Chance to finish. Haaland, jó eget. Well, good defending, clattered out of there. Alex Telles has it. Rafael Varane. Pogba has it. Cavani. And a fine cross. Oof. A little too close to the keeper in the end. 3 minutes of added time here. Proctor. Sergiño Dest. On to Haaland. Not the pass he had in mind. Oh, ez megvan így. 2-0-ra nyerjük meg az első meccset United ellen. Ez jó. De hát nem pihenünk sokat. 2-2 lett az Atletico Madrid PSG. Igen, nyilván sok embernek a és fontos feje van. Hú, na meg az hiányzik. Nem örülnék neki, ha elmaradna a héten a Jetta. Kedvenc pályák, igen. Jó lenne látni élőbe is. No, hát akkor megyünk most az Old Traffordra, most pedig a Premier League-el. Thank you for joining us. We'll start the questions now. Itt is gyernünk kéne. Egy-egy volt utoljára. Mármint a Premier League-ben. Ugyanúgy az A kerettel állunk ki. És majd a B kerettel, pedig a BL visszavágó.
muszáj, mert egyszer a Buzi csinálta a sorsolást a játék, hogy egyszerűen muszáj kiállni. A game that could go a long way towards deciding who will be crowned champions. What a match in store. Stay with us, we'll have all the action for you from Manchester here on EA TV Live. Na, jöjjünk az Álmok Színházába, az Old Traffordra. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical and technical analysis, it's Stuart Robson. And looking forward to bringing you action from the Premier League coming right up. It is Manchester United up against Arsenal. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players of starting the game quickly, hitting the opposition back, playing the ball forward, and regaining possession as quickly as possible. Hopefully, we get a really good game here. Is the team Manchester United will go with David De Gea. Deo, Paulo, Lindelof, Varane, Telles, Van den Beek, Fred, Sancho, Madison, Rashford és Ronaldo. Hát azért van egy-két változás a Unitednál. Nálunk nagyon nincs. Ugyanúgy Donnarumma, de Saliba, Gabriel, Tierney, Proctor, Partey, Ødegaard, Saka, Mbappé és Haaland. Hát, ha nyernénk, akkor az azért lépés lenne a bajnoki cím felé. Plusz még, ha BL visszavágó után ugye megyünk. Majd nem tudom, ott mi lesz a City ellen. Ha még őket is elvernénk, akkor tényleg azt mondom, hogy nagy esélyünk lehet a bajnoki címre. Decent position this for United to find themselves in. Jadon Sancho. Can he play it in? Kíváncsi vagyok amúgy, hogy ő mennyire fogja megvariálni majd a játékosokat. Egyetlen egy meccs különbséggel, 3 ponttal, győzelemmel vezetjük a tabellát, az United ugye a harmadik, nekünk 69 pontunk van, a Unitednak 66. Akár ez 6 pontos előnyre is mehetnénk. Giving the ball away. Van de Beek. Jadon Sancho. Here's Ronaldo. Jadon Sancho. Space and time for the cross. Careful, me. Simple for the keeper. Holland. Thomas now. Szia, David. Holland. Well, can they make one of these passes count? Now potential danger. És Holland ott van. The opening goal, 1-0. Nagyon jó. Ami a BL-ben nem ment, az most itt menni. Megy jelenleg. 1-0-ra vezetünk. Két norvég összejátszott, Ødegaard és Haaland. Közben átkaroltuk Telest. 21. gólja neki. Hát Mbappéval ellesztek a góllövő listán. Can they find a response now? Jadon Sancho. Here's Ronaldo.
Fred. Now far from the ideal pass, you've got to say. They've lost it. It's a fine United move in the making. Jaj. Sancho. Uff. Diving to thwart him. Kellett a védés Donnarummától. Hát, nem biztos, hogy bement volna, de ez a biztos. Can someone get on the end of this? Goalkeeper's ball, it was always going to be that way. Donnarumma! Édes Istenem! Varán ráadásul. Hát nem értem a játékot, egyszerűen nem értem. Ott van előtte, nézzétek meg, három ját, kettő is. És nem, ő inkább oda passzolja. Ez a tessék, adok egy labdát. Milyen logikával csinálja ezt egy játék? Egyszerűen nem fogom föl. Hát ez a stream nem a kapusokról szól úgy többnyire. Ugye Gulácsi is kurva nagyot potyázott a finnek ellen. Hát ez be pláne az volt Donnarummától. Oké, hogy én irányítom, de hát ugye én nem oda akartam volna, hogy dobja, de mindegy. Mindig elfelejtem, hogy ebbe a játékba épeszű, normális logikát el kell felejteni, mert az nem létezik. Getting in there to take it away. Fred. Cristiano Ronaldo. Every pass hitting its target. But then the one that fails to hit its target. Promising looking ball. And the keeper more than equal to it. James Maddison. Donny van de Beek. Sancho. Cristiano Ronaldo. Ah! Chance to finish. Oh yes! It's gone in! And now a chance for them to revel in the moment. Well, just look at the setup here. It's such a clever back heel, and the finish is really hát good. De hiba volt ott. Gabriel normálisan terelte volna ott Sanchót, akkor nem lett volna baj. So the ball is rolling again. The score. What's going to happen next? Amilyen jól indultuk, annyira szarul állunk most. 16. gólja Ronaldónak. Proctor, Haaland, good movement, and a chance, Ødegaard, and how well the keeper did. Well, that's just exceptional. He reacted so quickly there. Arsenal have won the corner. Now, what can they do with it? Poski! Cleared off the line. Ha te lesz, nem lett volna ott. Ne rugrá! Hát... Aj, Istenem! Ezt a megjegyzős kurva anyád! Jadon Sancho. Well timed tackle. It's a weighted pass. Corner kick given to Arsenal. Ez jó lesz, a Haaland lesérült. Playing it in. Relatively straightforward to mop up defensively. Martin Ødegaard. That's how to blunt the edge of the opposing attack. Ajaj, de kemény egy második fél időt kell nyomatni.
had a more than satisfactory performance from Ronaldo in the first half. Chelsea vezet, Spurs vezet. So the ball is rolling again. Arsenal trailing going into the second half. Will they come up with the right response? Aki ott volt mellette, nem, ő inkább oda passzolt. Thomas. Hí, veszek. Mbappé with it. Thomas Partey. Martin Ødegaard. Oh, good use of the ball. I think I spoke too soon. Wasn't the best of passes finally. It will be decision time, the second leg of the Champions League quarter-final, and you'll see it live with us here on EA TV. It's Manchester United facing Arsenal. What a good second leg that should be. The first leg had lots of quality, and I'm expecting more of the same. Saka be kell rúgni! Azt ki, de ha! And over it comes. Megint te lesz, bazd meg. Te lesz, mehetne kapusnak. De állnak meg te lesz a kurva sokat köszönhet most a United. Erling Haaland. Thomas. Haaland. And it might be. Terrific save. Well, still behind here, but only due to some incredible goalkeeping. Surely it's only a matter of time if they keep piling on the pressure like this. Fred. A lot of forward thrust here from Ronaldo. Középen van, nagyon üresen, halló! Ó, bazd meg, gyerekek! Well, you're absolutely right. That's a top-class save. Just look how he reacts. Substitution time it is here. They take it short. Ronaldo at the ready. Keeper getting the touch. Able to clear the danger, at least for now. Alex Telles. Az meg! Tehát... Aj, Istenem! Komolyan mondom! Tehát ez a szerencsétlenkedés, amit néha le tud művelni egy védő. Hát nézzétek meg! Ez mi? Hát dezd bazd meg! Igen, hihető mozdulatok ezek amúgy. Tükrözi a valóságot. Szép gól, az biztos, de azért... Csetlés-botlás után azért... Főleg egy Alex Telles-től, na mindegy. Hát jó, izgalmas lesz a véghajrá PL-be, úgy látom. It will be decision time, the second leg of the Champions League quarter-final. And you'll see it live with us here on EA TV. It's Arsenal facing Manchester United. Well, the second leg of that tie should be a really entertaining game. With a semi-final place at stake, there's everything to play for. És látjátok, BL-be 2-0-ra verem őket, itt meg már 3-1-re kikapok. Tehát brutális, hogy milyen különbség tud lenni. És itt ugyanazzal a csapattal állok ki. Well, let's send it over to Alex Scott, because something has happened, Alex, in the Burnley game. It's a goal for Burnley. It was a breathtaking finish. A shot from such a long way out. I think it totally surprised the goalkeeper. The score's level again now at 1-1 with 71 minutes played. Alex, thank you very much. 1-1 a Burnley Chelsea. Well, not far away from full time, and Arsenal know they've really got to up their game considerably, Stuart. Well, they've been second best, that's for sure, and the main problem's been in midfield, where they've been overrun. Ez is kihozza, bazd meg, hihetetlen. It's not been a good performance today. Well, it was pretty straightforward for the goalkeeper.
Így van, így kell passzolni. Így van, váltogassá, össze-vissza játék. Azt se tudod, hogy mit akarsz. Azt se tudod, hogy mit akarsz. Hát, így nem futunk. Meg azért megnézném élőbe ezt. Tehát bejön frissen egy Pepe, az így fussá. Ennyit erről. Sancho now. Well, Alex was in full flight. Alas, we had to cut her off just moments ago. Just to clarify, Chelsea did find the net in that game, and they're in front at the moment by 2-1. Now he must get it out of there. Így van. Rúgjál már gólt, játék, köszi. Papét is lehozzuk, semmi értelme, hogy fönt legyen. Szevasz, jöhetsz lefele. Ennyi. Ennyi. Hát addig nyomja a gép, és egyszer nem értem, fel nem fogom bazd meg, hogy mi történik a két meccs között. 2-0-ra verjük az Emirates-be, bazd meg, most meg 4-1-re kikapunk a Old Trafford-ra. Hát ez erre nem tudok mit mondani, bazd meg. Brutális. Hát mindegy, hát ez ilyen túlszögből szinte azért így rövidre gólt kapni, az nem ciki. Első gólja, gondolom. Hát ez szép lesz, gyerekek. Gyönyörű jó volt, ügyesek vagytok. De ott van, útra, atakikba van, Haaland fölmegy, nem középen, középcsatárként, vagy támadóként, mi a fasznak? Hát, buz is biztos. Hát azért való, egy szabotálós királyjáték ez, gyerekek. Amikor olyan kedvében van a játék, akkor át szabotál, bazd meg, mint annak a rendje. Így van. Megint. Ott volt a labda. Nem gyerekek, ez. Ennek a programozása, ennek a játéknak, hogy ez miből áll össze, ez örök életben egy rejtély marad. Kurva nagy rejtély marad. Hát mindegy. Nem interjúzok. Mi a fasznak? Semmi értelme. Chelsea nyert, Spurs nyert. Na hát ez jó, remélem a City is nyert, és akkor így tök szarul vagyunk. Happy with games. Hát, Bapém, örülök neki egyébként. Kicsit többet várnék tőled. Jó, köszi szépen. Kivel kemény? Mi van? Mi van? Szakát akarja a Villarreal vinni. Nem viszi sehova. Köszönjük szépen. Meg még volt valami. Mi volt? Need more games. Jó van, benne vagy a csapatba, buzikám, kussoljál. Nem konferenciázok. Felesleges. Nézzük a B-keret, mit tud kezdeni. Megint a United-dal a Old Traffordon. De ezt látva, még ki is esetünk a BL-ből, hiába 2-0-ra vezetünk az első meccs után. Stay with us for all the action live from Old Trafford. It's Manchester United against Arsenal on EA TV. Nagyon nem utaztak haza Londonba a srácok, van egy olyan érzésem. Good evening. There are those who'll tell you it never stops raining in Manchester. Well, it hasn't stopped raining today, and it continues into the night here at Old Trafford. Igazi jó kis angliai időjárás fogad most minket. Is the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson, and it's a quarter-final second leg battle in the UEFA Champions League. It is Manchester United, and they take on Arsenal. Well, Derek, Arsenal were good in that first leg, but they'll need to play well again today. This certainly won't be an easy game for them.
4-1-re, jó van, kapjuk ki 2-1-re, mit tudod, hogy így, hogy 4-1-re aláztak azért, kemény volt. Gondolom van benne egy olyan szkript is, hogy jaj, a hazai közönség. Igen. Vázs, Real Madrid, Barca, mi? 0-4, hazai közönség. Mióta Reála a Dávidom? Én csak azt láttam, hogy 4-0, az csókolom. Nem nagyon Bailey meg Pogba a kézé. És ott van Bruno, tényleg van neki még Bruno Hernandez-e is. 2-0 után nem néztem. Milyen rajongó vagy te? Kérem szépen alássak, 2-0 után. Végig kell ülni. Here are the starters for Arsenal. Well, this is. Na hát mi békerettel állunk ki. A solid midfield with wide players tucking in and two forwards who can press the ball. But does it provide enough fluidity going forward? I'm never sure. Igen, mondjuk az ember azt látja, hogy tényleg szenved a csapat, nem tesz azért, hogy esetleg küzdjön, vagy jobb legyen az eredmény, akkor persze, hogy azt mondja, hogy csókolom. Na nézzük, a B keret mit tud kezdeni itt az Old Traffordon, mert az A keret az egy kurva nagyot szopott pár nappal ezelőtt. Az a 4-1, ez nagyon nem jönne jó nekünk most. Ugye ez ismerős, mert így indítottunk amúgy. Hát ezt úgy bevarta, Klozsek. Well, here it is again. The build-up is so patient. They're just waiting to play that killer pass at the right time. And then the shot is emphatic. Hát ezt Haaland meg Mbappé is megirigyelhetné. Ez úgy el lett találva. A belső gólja. Csatár nélkül állt ki a klasszikóra. Miért nem volt Benzema meg a többi? Vinicius. Vinicius az volt talán, én tudom. Benzema mellett még ki a másik csatár? Torreana. Rashford. And back with Muniain. And now passing it through. Corner. Hát ez még öngól lett volna, még ez jó is lett volna. Hát ez gyerűen eltalált. Who can he pick out? And clears the danger. Ez gyerű. Helyes volt. Jadon Sancho. Menni meg Benzema hiányzott. Sérültek voltak, vagy mi? Rashford. And now Shaw. Really a very poor ball. Hopp, ott majd jött a lapocska. Adam Klozek. Martinelli, he's in behind. Ball is loose. Danger averted for now. Diogo Dalot. Van de Beek. Here's Ronaldo. Diogo Dalot on the ball. And that will be the keeper's ball.
Gabriel Martinelli. Well, the ball lost here. Really nice ball. So a corner kick it'll be following the deflection. Show kap egy sárga lapocskát. Volt egy előszabály, igen. Hát... And over it comes. Ajaj. And the keeper there to deal with it. Adam Hložek getting in there to take it away. Cristiano Ronaldo. Now with Muniain. Marcus Rashford. Rashford. Onto Ronaldo. Played towards the back post. Well, the keeper wasn't fooled by it at all, in actual fact. And he saw the situation developing. Rafael Varane. Here's Ronaldo. Another successful intervention, winning the ball back. Jadon Sancho. Diogo Dalot on the ball. Muniain. Van de Beek. And he could really get at the opposition. Corner given to United. Can he deliver it with accuracy? Azaz. No keeper will mind that sort of corner. Teljesen más az atmoszférája ennek a meccsnek. Nem érzem azt az agresszivitást, mint az előző meccsen az EA ellen. Lazább a United. Pedig szinte majdnem ugyanazzal a csapattal áll ki, tehát ezért nem értem ezt az egész itut. Jadon Sancho. Here's Ronaldo. And the free kick awarded to Manchester United. Hát na, megfogtuk. And Pogba! And the danger still on. Well, spot on with that challenge. Can they hit on the break? Defenders need to cover. And teammates to play it to. In position. Save right out of the top drawer. Super stop. A szót bement volna. Hát 1-0-ra viszünk összesítésben pedig 3-0. Pedig jól állunk. 1-1 a PSG Atletico. Second and decisive leg of this Champions League quarter-final, and the second half begins. Sancho. Diogo Dalot. On to Van de Beek. Eric Bailly. Shaw. Had a chance to whip it in here. Oh, a vital interception. Miénk. Jaj, rólam ment ki. Érdekes. Let's see about the delivery. No trouble at all as far as the keeper was concerned. Just a quick reminder, we have more action from the Premier League coming your way. It's Manchester United facing Burnley. Ugh, az tovább ment volna ott. Paul Pogba. On to Van de Beek. Rafael Varane.
Jadon Sancho. This is Varane. Diogo Dalot. Well, nicely cut out. Lokonga. Albert Sambi Lokonga. The pass could do damage. Still could be dangerous. But offside is the decision here. The flag is up. Nőtt, már féltem, hogy az lesz amúgy. Ő lesót. And United will switch things around personnel wise. Ja, Benny. Sanchót meg Ronaldot lehozta, jött Cavani meg a Pellestri. This is Varane. Marcus Rashford. Well, make sure you join us for more Premier League action coming your way. Maradunk United Manchesterbe. City ellen is idegenben leszünk. Albert Sambi Lokonga. Is this the moment? Oh, he saved it well. Rashfordot is lehozza. Elanga. And there's the delivery. Right. But a long way off target. Hát most a fiatalok örülhettek amúgy, hogy BL-en kapnak így lehetőséget, de hát már ilyen fasz a sorsolásunk volt, hogy két héten keresztül itt vagyunk Manchesterbe. Pogba. Akkor muszáj így játszani, mert hülyére fáradnának a első. Meg hát ez 4-1 után meg pláne. Edinson Cavani's in the vicinity. Defended well. Read it magnificently and intercepted. Hopp, az egy piros is lehet Pogbának. Szevasz! Csodálom, hogy nincsen Milkyway fejed idén. Hát ez... Nem is tudom, mit akartunk. Hát így most már még nehezebb helyzetben a United. 10 emberrel kéne legalább 4 gólt rúgnia. Adam Hložek. Oh, he's given it away. Mint a Premier League-ben történt. 15 minutes remaining. Cavani. This looks promising. Well, the clearance half-hearted. Now, counter-attacking possibilities here. And attempting the through ball. Sensational goalkeeping from David De Gea. Deának azért most sokat köszönhetnek. Well, just overdoing it. Ramsdale, nem? Adam Hložek. Must be. Hát Lokonga, hát ezt azért íle le lenne eltalálni. Egyszer lehozzuk azért. Donny van de Beek. Diogo Dalot on the ball. He has time to play it over. Diogo Dalot. Cleared away comprehensively. It's got to be!
Well, if truth be told, he made it rather straightforward for the keeper. Well, he knows it. That is a real waste of a great opportunity. Well, brilliant work to keep that one in play. Klojek. Great opportunity. Oh, marvelous save. Great goalkeeping. Delivering it, and the no-nonsense clearance. Holding, and the textbook interception. Újle. Úgy is van, jól van. Na hát, érdekes meccsek ezek. Tehát 2-0-ra elverjük őket az Emirates-ben. Jövünk a Premier League-ben ugyanúgy az Old Traffordra 4-1-re kikapunk, ugyanazzal a csapattal állunk ki szinte, ugyanazzal a taktikával. És most meg a B csapattal maradunk ugyanúgy az Old Traffordon, és hát 1-0-ra igaz, de többnyire mi támadtunk. És mi jutunk tovább így a BL-ben. Igaz, hogy 1-0, de legalább 3-0-ás összesítésben. Érdekes egy dolog ez. PSG Atletico 1-1. Bayern Spurs 1-1, de most akkor most mi van ott? 11-esekkel jut tovább, vagy mi történik? Atalanta Leipzig 2-1. PSG Atletico Madrid 3-5. Kiesett a PSG. Ugye Manchester United. Arsenal pedig így 0-1. Hát kíváncsi leszek, hogy... Just a couple of questions for you. Elég jók vagyok, hogy menjék a trófeát. Hát ez egy kisebb lépés inkább. Hát igen, de azért nagyot védett ma. Hát így azt mondom, hogy belefért az a Premier League a vereség, bár de ennyire csúnyán kaptuk volna ki. Ugye most így utolért minket a United. És most jön egy másik rangadó. A City ellen. Nagyon szoros a Premier League, nagyon szoros a Premier League. Manchester City 70 pont, Arsenal 69, United 69, Chelsea 62. Chelsea ráadásul az Aston Villával játszik, a United a Burnley-vel, West Bromwich, Liverpool. Hát itt igazából ez a három, a két manchesteri csapat is köztem fog ez eldőlni, van egy olyan érzésem. Azt kéne, hogy a City, Arsenal, United is kikapjon, a Chelsea nyerjen, és akkor az még szorosabbá tenni, az biztos a dolgokat. Na, az FA kupában mi a helyzet? Hát ott is Manchester United lett volna. Tehát még lehet, nem is baj, hogy kikaptunk egyébként. Nem nyomom le a City meccset, mert már nem érek rá, mennem kell. Majd a következő adásnál majd ott lesz. Szóval... Még jó, hogy kiestünk valamilyen szinte az FA kupában, mert ott is ugyanúgy a United-ot kaptuk volna. Brutális. És akkor a BL. Atalanta Spurs.
és Atletico Madrid Arsenal. Hát erre is kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz itt. Azért az durva lenne egy Spurs Arsenal BL döntő. Miért ide csináltam? Nem tudom. Európa Liga. Porto Lyon és Juventus Róma. Ott is van egy házi rangadó. Hihetetlen, hogy így tudja összerakni egyébként, de mi a francnak lépek ki, nem tudom. Konferencia Liga. Genk, Marseille, Leverkusen, Liverpool, akkor a Fradi 4-3-ra, hát egész jó hozta azért, kiesett. Hát egy Marseille ellen ment volna az elődöntőben. És ugye itt van a Európa Liga, vagy a Európa Bajnokság selejtezője. Hát ott a finnek ellen az az 1-1, az nagyon fájó most ugyanúgy. Franciák ellen nyerni kell, de nem Gulácsi lesz a kapuban, mert ott nagyon megharagudtam rá. Tehát ilyet nem szabad csinálni, amit ott ő művelt. Jó van, srácok, football is everyone, nagyon jó. Title update, és ez mikor érkezett, tehát ez jó, hogy elindultunk ugyanúgy. Jó van, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nekem most mennem kell. Már így is bőven majdnem 3 óra hosszája megy a stream. Aki lemaradt volna a dolgokról, az majd a Twitch-en, vagy ami az Isten, a YouTube-on vissza tudja nézni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a követéseket, Virág Zsoltnak pedig a hostot. És majd találkozunk legközelebb. Figyeljétek a Facebookot, meg itt a Twitch-en a értesítéseket, addig is legyetek jók, szevasztok, sziasztok, annyit esetleg még, hogyha már ilyen így itt vagyunk, meg Zsolti is hoztolt, akkor... Hoztolok oda nektek egy emberkét. Ő is úgy is fifázik. Jó, legyetek jó, szevasztok, sziasztok.